kapaszkodni folytatódik kell, lefelé, felfele is, mert nagyon meredek. Hasonló problémákkal küzdenek a babakocsival és a kerekesszékkel közlekedők, ha például egy meredek rámpán kell feljutniuk. A Nyíregyházi Babaklub a Gyere Csak Egyesülettel karöltve még 2014-ben indított érzékenyítő kampányt azért, hogy a kismamák vagy a mozgásukban korlátozottak érdekében egyre több épületet akadálymentesítsenek az illetékesek. Kezdeményezésüknek köszönhetően ilyen úgynevezett baba és emberbarát matrica jelöli a könnyen megközelíthető üzleteket, közösségi tereket. Ami nagyon jó dolog, hogy 2014 óta nagyon sok olyan intézmény elé oda került valamilyen módon a megoldás, a rámpaszerű megoldás, de előtte nagyon-nagyon hiányos volt még a belváros is ez ügyben. Hát most majd alaposan körülnézünk, hogy vannak-e még elmarasztalhatóak, mert őket biztatjuk majd arra, hogy oldják meg ezt a kérdést. Aki meg menet közben megérdemelte, az eddig is szólt, hogy szeretnénk kapni egy matricát, mert nekünk ez fontos elismerés, és ennek nagyon örülünk, mert az azt jelenti, hogy egy presztízsértékű vállalkozás lett ez az egész történet, amire igényt tartanak azok, akik jól gondolkodnak. Legutóbb az Ungvár sétányon lévő üvegház kapott ilyen matricát. Itt kora gyermekkori fejlesztő programokat tartanak, hátrányos helyzetű kicsiknek, de játszóházként is működnek. Ezért is volt fontos számukra a jó megközelíthetőség. Addig még nem vagyunk érintettek, addig nem látjuk, hogy például egy kismama mennyit küszköd, szenved a babakocsival, hogy eljusson A-ból B-be, vagy akár egy kerekesszékkel élő. Hogy megnehezíti a mindennapjait, hogyha nem tud eljutni egy intézménybe. A civil szervezetek július 23-án délelőtt Nyíregyháza belvárosában rendeznek kampánysétát, ahová további egyesületek, szervezetek, valamint magánszemélyek jelentkezését is várják.